Az egész MTK családnak és minden dolgozónak boldog új évet és boldog karácsonyt kívánok. Kellemes ünnepeket kívánok, és sikerekben gazdag boldog évet az egész MTK család részére. Nagyon boldog karácsonyt szeretnék kívánni az egész MTK családnak, és nagyon kellemes ünnepeket, és nagyon boldog új évet mindenkinek. Ahogy láthatjuk, kedvenceink már igazi karácsonyi hangulatban vannak. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy az egész éves megfeszített munka után mennyire fontos a családdal töltött idő és a feltöltődés. Egy nagyon támogató közeg fogad engem minden nap otthon, amikor hazamegyek, a család hozzá van szokva a futballista vagy futballközeghez, hogy hogyan éljük az életünket. Tulajdonképpen hétvégéről nem beszélhetünk, hétköznapokról is nagyon mérsékelten, úgyhogy nagyon, nagyon kevés olyan alkalom van, amikor a család együtt el tud menni valahova évközben. Ehhez ugye hozzászoktak, de ilyenkor próbáljuk meg bepótolni ilyenkor a téli szünetben, illetve a nyári szünetben. Amikor hazaérkezik az ember, és ott várja a kislánya, a felesége, tényleg lányok körülvesznek, abszolút kiesik teljesen a külvilág. Tehát mindig szoktuk mondani egyébként a feleségemmel, hogy mi minden napot tényleg úgy érezzük, hogy megélünk, esténként szoktunk erről beszélni. És nagyon sok olyan vélemény van, hogy például egy apuka várja, hogy már nagyobbak legyenek esetleg a gyerekei, hogy tudjanak kommunikálni, meg olyan programokat csinálni, és mi mindig azt beszéljük, hogy annyira jó most is, hogy mi tényleg az első naptól kezdve annyira megéljük, és annyira tényleg nagy a szerelem, meg annyira aranyos cuki, úgy fejlődik, okos, és nagyon, tényleg nagyon csoda minden nap. A 15 hónapos Bognár Nila tehát bearanyozza Boglárka és Tefi mindennapjait. Középpályásunk igazi szerető családapaként rajong a lányokért, és minden szabad percüket hármasban töltik. A foci mellett a magánéleti rész is, és tényleg csupa boldogság jelenleg. Hogyha pár évvel ezelőtt láttam gyerekes, akár csapattársat, vagy barátot, ismerőst, teljesen más átélni, tehát teljesen új élet kezdődik, tényleg azt tudom mondani, és már el is felejtem, hogy mi volt előtte, mert egy annyira jó dologban csöppen az ember, hogy már nem is akarja tudni, hogy mi volt előtte, mert tényleg így akarja leélni az életét, hogy és így is fogja, és ez így is fog történni minden bizonnyal, és tényleg ez a legjobb dolog, azt tudom mondani. Mi minden időt próbálunk hármasban együtt tölteni, mi tényleg nagyon úgy össze vagyunk nőve, azt tudom mondani, családilag, és ezen nem is szeretnénk változtatni. Somodi Bence profi hozzáállása miatt még az ünnepek során is odafigyel a kilókra. No persze, ilyenkor egy kicsit azért szabad engedni a csábításoknak is. Nagyon szeretek olyankor a családommal lenni, barátaimmal lenni, disznóvágásra menni. Ki kell kapcsolni, mert ez alatt az idő alatt lehet feltöltődni. Ugye nagyon sok édesség meg kaja szokott ilyenkor karácsony környékén maradni, és akkor nekem mindig, amikor elkezdem például otthon a futásokat, vagy a felkészülést a következő szezonra, akkor onnantól kezdve én az étkezésre is nagyon odafigyelek. És mondjuk ebből szokott otthon konfliktus lenni, hogy akkor mi lesz a sok édességgel, meg a beiglivel, meg a kajákkal, meg mindennel. De az előtte lévő időszakban ott el lehet egy kicsit engedni magát az embernek, meg feltöltődnie. Soma nem csak ilyenkor, hanem szezon közben is rengeteg időt tölt Füge nevű kutyusával, aki bármely furcsa kimondani, egyfajta mentáltrénernek is nevezhető. Nagyon érdekes, mert annyi pozitív dolgot ad, annyi szeretetet, annyi feszültséget viszel otthonról, hogyha van bármi is. Nekem egy terelő kutyám van, akivel még többet kell foglalkozni, és az a másik két óra, ami napi szinten foglalkozok, vagy a feleségem foglalkozik, vagy együtt, az nagyon sok időt ad arra, gondolkozzon az ember, de közben mégis a kutyával tölti, kikapcsol az alatt az idő alatt. Remélhetőleg tökéletesen feltöltődve folytathatják a munkát január 2-től kedvenceink, összeállításunk végén pedig második csapatunkat erősítő gánai játékosunk karácsonyi dalával kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet. Mama pisia po, mama pisia pa. I feel quite a bit toy, yeah, me mama fish your pie.